A Mi Hazánk mozgalom küzd Magyarország közbiztonságáért. Mint megválasztott kőbányai önkormányzati képviselő vettem fel a kapcsolatot Vidó Attilával, a Mi Hazánk mozgalom rendvédelmi kabinetjének elnökével. Miután több rendőrt meghallgattunk, a következő helyzet felismerésre jutottunk. Alacsonyak a bérek, óriási a leterheltség, megszüntetett járandóságok jellemzőek. Természetesen a rendőrökkel együtt örülnénk mi is annak, ha fizetésüket megemelnék, ahogy emellett már többször felemeltük szavunkat, de erre sajnos nem látunk sok esélyt a közeljövőben. Arról nem beszélve, hogy általános fizetésemelési szükségletről kell beszélnünk, hiszen tűzoltók, egészségügyben dolgozók, a tanárok fizetése szintén nem kielégítő, de a sort sajnos még hosszan lehetne sorolni. A rendvédelmi dolgozók és így a rendőrök megbecsülésének jeleként első, gesztusértékű lépésként javasoljuk, hogy munkába járás céljából térítésmentesen használhassák Magyarországon a tömegközlekedési eszközöket. A munkavégzés céljából Budapesten belül való közlekedést és a kisebb településekről nagyobb településekre való utazást könnyítené meg ez az intézkedés. Ezzel és az ehhez hasonló elképzelésekkel szeretnénk hozzájárulni a rendvédelmi dolgozók, így a rendőri állomány megtartásához és növeléséhez. Magyarország, Budapest esetemben pedig kőbánya közbiztonságának megteremtéséhez elengedhetetlen szükségesség mindez. Ahogy budapesti programunkban fogalmaztunk, a közrend a főváros védelmének kulcsa. Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője, határozati javaslattal fordul az országgyűlés elnökéhez. Valóban, a rendvédelmi dolgozók térítésmentes tömegközlekedés használatának visszaállításáról címet viseli az a határozati javaslat, amit ma benyújtottunk az országgyűlésnek, hiszen 2011-ig létezett, 2011-ig ingyen utazhattak az egyenruhát viselő hivatásos rendőrök szolgálati időn kívül is, de sajnos megszüntették azt. 2011-ben, amikor fideszes többség volt nem csak az országgyűlésben, de a fővárosi közgyűlésben is. Éppen ezért indokolt visszaállítani ezt a kedvezményt, gondolva akár arra a 20%-os létszám hiányra is, ami sújtja egész Magyarországot és a rendőri állományt. A Mi Hazánk mozgalom fegyverviselési jogot is adna a szolgálaton kívüli rendőröknek is, tehát szeretnénk, hogyha több egyenruhás járna az utcákon, akár szolgálati időn kívül is, és bizony itt az ideje, hogy ez a megfelelő jogosultságokat és juttatásokat is biztosítsuk. Letelt a két hét, sokszor letelt a két hét már Magyarországon, amit oly pökhendien mondott Pintér Sándor és Orbán Viktor is 2010-ben, hogy annyi idő alatt majd rendet tesznek. A magyar rendőröknek nem a határon kellene szolgálniuk, erre a határőrség visszaállítása és a megfelelő javadalmazás felállítása jelenthetne megoldást, és nem is kínai rendőröket kellene Magyarországra hozni, hanem olyan körülményeket kellene teremteni a rendvédelmi dolgozóknak, hogy ezt a 20%-os létszámhiányt felszámoljuk. Éppen ezért további következő lépésekben indokolt volna a kafetéria megemelése, a belföldi nyaralások támogatása és egyéb béren kívüli juttatások bevezetése is. Azonban első lépésben szeretnénk, hogyha az országgyűlés támogatná azt a határozati javaslatunkat, ami visszaállítaná a rendvédelmi dolgozók 2011-ben megszüntetett ingyenes tömegközlekedési használatának lehetőségét.